Valóban Letényi Város Önkormányzata jelen pillanatban ott tart, hogy felvette a szolgáltatóval a kapcsolatot, a Szájebb Kft-vel, és tulajdonképpen az ügyvezető igazgatóval sikerült arra az álláspontra jutni a Város Önkormányzatának, hogy részt vehetünk ebben a programban. Nagyon sokat segített a programot megelőzően dr. Sauta Marcell, Nagykanizsai önkormányzati képviselő. Ő hozzáfordultam, látva azt, hogy Nagykanizsa megyejogú város közgyűlése is csatlakozni kíván a programhoz, így azt gondoltuk, hogy mi is megpróbálunk egy lehetőséget biztosítani, főleg ebben az energiaválság okozta helyzetben az állampolgároknak. Gyakorlatban hogy fog kinézni ez a program, hogyan kell jelentkeznie az embereknek? A gyakorlat az azt fogja majd mutatni, hogy jelen állás szerint a Letényei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jogilag átnézi a szolgáltató által megküldött szerződést, kitöltjük a ránk vonatkozó adatokat, majd ezt eljuttatjuk részükre. Ezt követően az ütemezést tekintve május 1-e és május 31-e között tudnak a letényei állampolgárok regisztrálni a programban. Ezt követően június hónapban megtörténik a feldolgozás, és tulajdonképpen a ledes izzók szállítása az augusztus hónapban történik, meg ugye itt fontos elmondani azt, hogy az önkormányzatnak ebben a megvalósításban szervesen részt kell vállalnia, hiszen az izzókat nekünk kell betárazni, eltárolni biztonságos körülmények között természetesen, illetve a lakosság részére történő kiosztásban is szervesen részt kell működnünk, vagy részt kell vennünk. Mi ezt a Letényei Család és Gyermekjóléti Központra testáltuk ezt a feladatot, és várhatóan az ütemezés szerint a lakosság majd szeptember 1-e és szeptember 22-e között tudja átvenni előzetes értesítés alapján a ledes izzókat. Persze akiknek a regisztrációjuk sikeres volt, és ugye ezzel a programmal szeptember végéig kell elszámolni az önkormányzatnak. Nagy érdeklődésre számítanak? Igen, hogy az előzetes felmérések alapján már elkezdtek a letényeiek regisztrálni, azonban el kell mondani, hogy egy kicsit meg kell állítani ezt a regisztrációt, hiszen még Letenye a rendszerben, adatbázis tekintetében átvevő helyként nem szerepel. Ez majd akkor fog megtörténni, hogyha a szerződést a város önkormányzata visszaküldi. Ha azzal számolok, hogy Letenyén közel 1400 háztartás van, és hogyha csak a fele nyújtja be a regisztrációját az izzócsere vagy a ledcsere programban, akkor azért az jelentős feladatot ró az önkormányzatra. Én a magam szempontjából azt tudom tanácsolni a letényeieknek, hogy vegyenek részt bátran ebben a programban, hiszen ezzel is tudják csökkenteni a napi szintű energiafogyasztásukat, és ez a mai helyzetben, ebben az energiaválsággal övezett helyzetben, én azt gondolom, hogy egy nagyon pici lépés az irányban, hogy azért az a költség, amit a hagyományos izzókra költenek számlák tekintetében, vagy energiafogyasztás tekintetében, azt éppen másra is költhetik. Van bármilyen feltétel a jelentkezésnek, vagy bárki jelentkezhet a programra? Azon háztartások jelentkezhetnek, akik letényei lakcímmel rendelkeznek, nyilván ez feltétele annak, illetve nagyon pontosan és szakszerűen fel kell mérni azokat a helyiségeket, amelyekben végre kívánják hajtani a hagyományos izzók, ledes izzókra történő cseréjét, és pontosan számadatokat is szükséges megadni helyiségenként.